Sziasztok! Ma megnézzük, hogy a mostani gépeden hogy tudsz megnézni úgy más operációs rendszert, hogy a mostani operációs rendszeredet nem kell letörölni, vagy betenni új Winchestert, vagy SSD-t, vagy akármit, hanem egyszerűen föltelepíted a VirtualBox programot, ami segít neked ebben. Indítsuk is el, így néz ki. Akkor beállítatod magyar nyelvre, a language-nek ki kell választani magyart. Itt van. Majd egyszerűen csinálsz egy új virtuális gépet. Egy nevet kell neki beadni, mondjuk Windows 10-et. Itt rá is jön rögtön, hogy én mit akarok telepíteni, tehát ilyen esetben Windows 10-et. Amint látjuk, akár Windows 3.4-et is enged, sőt, Linux, Solaris, BSD, IBM, macOS vagy egyéb operációs rendszereket is tud telepíteni. Na most nézzük meg a Windows 10-et, mert azt mindenki ismeri. Következő. Meg kell adni neki, hogy a mostani memóriádból, tehát ami jelen esetben nekem 32 GB, mennyit adsz ennek a gépnek. Alapból 2 GB-t ajánl, de hogyha te akarsz, nyugodtan adhatsz 15-öt is. Az a lényeg, hogy ne add neki oda a teljeset, mert akkor ugye a Windowsod nem fog működni, mert ő is használ valamennyit. Itt megkérdezi, hogy mekkora menőlemezt adjon hozzá. Ez is szintén csak attól függ, hogy a mostani gépeden mennyi hely van. Tehát általában ugye 30-50 GB a kötelező Windowsnak, azt hiszem. De hogyha neked van például 500 GB helyed, és te 100 GB-t akarsz neki adni, semmi probléma. Ezt is te állítod be. Én újat akarok csinálni, mert még ugye nincs egyetlen merevlemez sem, virtuális merevlemez, amit használhatna. Meg is kérdezi, hogy miért, VDI teljesen jó. Itt azt kérdezi, hogy az új merevlemez, amit hozzá fogok adni, dinamikus vagy fix. Persze, aki tud olvasni, az ezt már elolvasta, de oké. Okay. Mit jelent ez? A dinamikus azt jelenti, hogy mondjuk a Windows, ahogy telepíti magát, egyre több helyet foglal, először 1 gigát, 2 gigát, 20 gigát, stb. Tehát vagy létrehoz folyamatosan egy merevlemezt, tehát elsőre 1 gigásat, 20 gigásat, stb. Vagy rögtön megcsináltod fixen az 50 gigát, és akkor csak abból gazdálkodhat a Windows. Szerintem egyszerűbb dinamikusan, mert ne foglaljon annyit, amennyit, tehát annyit foglaljon, amennyit kell, ne foglaljon előre, totál feleslegesen. Itt lehet megadni, hogy hol legyen, és hogy akkor mekkora legyen, tehát itt alapból 50 gigát ajánl a Windows 10-nek, de te beadhatsz nyugodtan 100 gigát is, vagy 200 gigát is, vagy akárhány gigát is, mondjuk adjunk neki 100-at. Tehát mivel dinamikus, ez nem azt jelenti, hogy akkor most a gépedből eltűnik 100 giga hely, hanem ennyit maximum elfoglalhat a gépből. Létre is hozzuk, itt be is rakta, ugye itt mutatja, hogy 16 giga RAM-ot teszünk be, 128 MB-os videókártyánkat és 100 GB-os merevlemezünk. Úgyhogy indítsuk is el. Na itt azt történik, mint normális életben, tehát hogyha hiába van megadva névnek, hogy ez egy Windows 10, mivel nincs rajta Windows 10, nem történik semmi. Tehát, mint a valós életben, föl kell installálni rá a Windows 10-et. Én most eleve beraktam neki Windows 10 ISO-t, meg Ubuntu ISO-t, hogyha kéne. Itt a... Hogyha megnyomod ezt a gombot, akkor lehet hozzáadni ISO fájlokat. Egyszerűen hozzáadás megkeresett, hogy hol van a gépen az ISO, és hozzáadod ennyi. Mondjuk most kiválasztjuk Windows 10-et. Mondom, kiválasztjuk a Windows 10-et. Oké, szóval miután kiválasztottuk a Windows 10-et, elindítjuk a startot. Ezeket ki lehet nyomkodni, ez nem érdekes. És amint látjuk is, mindenki által ismert Windows 10 logó. Pontosan úgy indul a gép, mint a normális Windows 10 installnál. Ez egy angol Windows, úgyhogy nincs sok lehetőségünk. Billentyűzetet beállíthatjuk magyarra. Oké, next. Most nem fogom végigfuttatni, csak elindulunk az elején. Hogyne. És amint itt látszik, merevlemezünk 100 gigás, és már is telepíthetjük rá a Windows-t.
indul is a Windows telepítés, ezt nem fogjuk végigvárni. És miután végigment a Windows telepítés, van egy Windows 10-ed, amivel esetleg kipróbálod dolgokat, esetleg olyan programmal, amit nem akarsz a saját gépedre föltenni, de föltelted, és használhatod, mint egy sima gépet. Köszönjük szépen! Nézzük meg még az Ubuntu-t, ha már itt van. Ubuntu, rá is jön, hogy mi a helyzet. Itt már csak 1 giga memóriát ad, de mi adunk ennek is 13-at. Csináljon egy új merevlemezt. Ugye, amint láttuk, jaj. Amint láttuk, 10 GB elég neki. Elvileg, tehát ez nem a Windows, ennek nem kell 50 GB. 10 GB, oké. Okay. Nagyon jó virtuális, vagy VirtualBox lemezkép. Dinamikus. Macro legyen, 10 GB. Hova tegye? Ide? Nagyon jó. És indul. Is. Hát indulj a nappal! Kiválasztjuk Ubuntu ISO-t, mert ugye az Ubuntu szintén telepíteni kell, vagy nem. Nem kell telepíteni, most csak megnézzük, hogy milyen az Ubuntu, ezeket kinyomjuk, mondom, kinyomjuk. És amint látszik is, indul az Ubuntu, mint ha letöltötted volna a gépet, és pendrive-ről elindítottad volna. Megvárjuk, míg bejön. A körmét rágja az izgalomtól. Forog a kerék. Csodálatos lila háttér. Ez a... Nem tudom mi ez. Ja, de víziló vagy micsoda, igen. Alma körte, víziló, mindegy. Még hangja is van. Mondjuk ki akarjuk próbálni, mert érdekel minket. Magyar be lehetett volna állítani, mindegy. Rögtön lefagyott valami, nem baj. Azért be fog jönni. Itt is van, hát a felbontást kicsit emeljük, mert ugye kicsit kicsi 6 mm. Ó, 800x600, bocsánat, tehát 800x600-a berakta. Mondjuk ez az 1400x1500, ó lesz. Na hát mindjárt jobb. És itt is van, itt az Ubuntu, akit kipróbáltod, itt van benne Firefox, működik az internet, tehát most beírom ide, hogy YouTube, akkor bejön, főleg, hogyha normálisan is írom be. Megkeresik a legjobb csatornát a világon. Itt van, fantasztikus. Itt vannak a videók, stb. Szóval, hogyha ki akart próbálni más operációs rendszereket, akkor ez a VirtualBox ezt neked teljesen ingyen megengedi. Nem kell regisztrálni, nem kell megvásárolni, semmit nem kell csinálni. Egyszerűen könnyedén kipróbálod más operációs rendszereket, vagy ha a Windows 10-be akarsz valamit kipróbálni, kipróbálhatod. És végül is ennyi lenne. Tehát ha érdekel, nyugodtan használd, ha nem érdekel, ne használd. Nincs mit hozzáfűznöm, úgyhogy jó hétvégét kívánok, jó hétközbét kívánok. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!